Segítség a szülőknek. Sok család számára anyagilag megterhelő az iskolakezdés, ezért idén számos kedvezményt kaphatnak az iskoláskorú gyermeket nevelő szülők. A minőséget keresik. Iskolakezdési roham még nincs a tanszerkereskedésekben, de augusztusban már sokan megveszik az iskolai felszereléseket. Javaslat a döntéshozóknak. Az állami földterületeket nem privatizálni kell, hanem haszonbérletbe adni azoknak, akik dolgozni akarnak, véli a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke. Sok család számára anyagilag megterhelő az iskolakezdés, ezért idén számos kedvezményt kaphatnak az iskoláskorú gyermeket nevelő szülők. Ilyen például az iskolakezdési támogatás vagy az ingyenes étkezés. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Év elején minden önkormányzat átalakította a szociális ellátórendszerét, aminek következtében újfajta támogatásokat is igényelhetnek a szülők. Erről mindenki saját településén tájékozódhat. Az akár 30 ezer forintos iskolakezdési támogatás mellett az első, második, harmadik osztályosok ingyen kapják a tankönyveket. Az önkormányzatoktól változó kedvezményeket kaphatnak a szülők, akik az igényüket július 1-től nyújthatják be. Az iskolába járó gyerekek alapvetően 2-3 olyan támogatást vehetnek igénybe, ami a városban is elérhető. Az egyik ilyen támogatás a központi rendszerből a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára járó iskolakezdési támogatás. Ez nagyságrendileg 5800 forint Erzsébet utalványban megkapott és levásárolható támogatás. Ez Nyírbátorban több mint 1000 gyereket érint. Ez az itt lakó, itt élő gyerekeknek közel a fele egyébként, tehát ez is jelzi a városban, milyen nagy arányú a hátrányos helyzetű családoknak az aránya. Emellett a város egy internet támogatást működtet, ami nem csak a nagy családosoknak, hanem valamennyi szegény családnak, szegény, alacsony jövedelmi családnak nyújt egy rendszeres 1000 forint támogatást az internet hozzáféréshez kapcsolódóan. Ennek részben az a szerepe, hogy az iskolában járáshoz, a tanuláshoz szükséges információkhoz a gyerekek hozzájussanak. Ugye ma már az internet használata az alapkövetelmény sok esetben, és ezt próbálja az önkormányzat támogatni. További segítségként a munkaadók utalvány formájában iskolakezdési támogatást adhatnak a munkavállalóknak. Ezt mindkét szülő megkaphatja, értéke gyermekenként maximum 30.450 forint lehet. Ezek mellett szeptembertől ingyen étkezhetnek az iskolákban a nagycsaládosok alsós gyermekei, a felsősök pedig féláron kaphatják az ellátást. Nálunk a hátrányos helyzetű gyerekek aránya az meghaladja a teljes iskolázott aránynak több mint a felét, ez egy egészen magas szám. Az általános iskolások száma nagyságrendileg 1600 fő, aki két általános iskolában jár, a városban van egy állami, és van egy egyházi fenntartású általános iskola. Az állami iskolában durván 1900 gyerek jár, a másik kb. 600 fő pedig az egyházi iskolába jár. Azért összetettebb nálunk a kérdés, mert emellett működik egy katolikus gimnázium fenntartású intézmény is, ahol ettől az évtől kezdve már első osztálytól, tehát általános iskolai oktatás is folyik. A polgármester elmondta, Nyírbátorban várhatóan 8 elsős osztályban megközelítőleg 200 gyermekkel indul az év szeptembertől, ami a korábbi évekhez képest csökkenést jelent. Iskolakezdési roham még nincs a tanszerkereskedésekben, de augusztusban már sokan megveszik az iskolai felszereléseket. A termék kínálat széles iskolatáskákból, füzetekből és írószerekből. Az eddigi tapasztalatok szerint a szülők elsősorban nem az olcsót, hanem inkább a jobb minőséget keresik, akik átlagosan pár ezer forinttól akár több tízezer forintig is költenek szeptember előtt. Irány a suli, jelzi a tábla, hogy nem kell az utolsó pillanatra hagyni a tanszervásárlást. Igaz, egy hónap van még tanévkezdésig, de sokan már most megveszik az alapvető iskolai felszereléseket. Évfolyamonként más és más a lista, amire szükség lesz az iskolában, sőt vannak tanszerek, amit nem is kell minden évben megvenni. Nagyon szereti a kislányom itt elkölteni a pénzét. Hát most olyan sok mindent nem vásárolunk neki, mert maradt egy pár dolog tavalyról, mi most harmadik osztályos lesz a kislányom, de azért fel kell készülni a szeptemberre rendesen, úgyhogy egy pár dolog van, ami hiányos, azokat mindenképpen már most elkezdjük bevásárolni. Amellett, hogy körültekintően vásárolnak, a szülők figyelembe veszik azt is, hogy jó minőségű termékeket vegyenek. Nem mindegy, mit használ, mit hord a gyerek. A tartóság az nagyon fontos a szülők szempontjából, a gyerekek szempontjából pedig inkább a minták és a színek, amik a meghatározóak, és ebből alakul ki az a kompromisszum, hogy a család mennyit tud
erre fordítani, illetve mi az, ami még a tavalyi évről használható, vagy majd használható lesz. A ceruzák, füzetek, toltartó, írólap mellett tornazsákok, uzsonnás doboz, és ha kell, iskolatáska is kerül a kosárba, átlagosan 15-20 ezer forinttól akár 50-60 ezer forintig is költenek a szülők. A termék kínálat bő, változatos, és sok helyen garanciát is vállalnak az iskolai felszerelésekre. A garancia, illetve a termék cserélhetőség az egy fontos dolog. Tehát, hogyha mégis meggondolja a szülő vagy a gyerek, hogy nem ilyet szeretne, vagy valami miatt ez nem válik be, akkor megtalálhatóak legyünk, megtalálhatóak vagyunk, és lehet hozzánk fordulni garanciális kérdésekkel. Dömping még nincs a szakkereskedésekben, egészen szeptemberig folyamatosan szerzik be az iskolai felszereléseket, sőt a felsősök és a középiskolások csak később, akár tanévkezdés után vásárolják meg a szükséges írószereket. Az állami földterületeket nem privatizálni kell, hanem haszonbérletbe adni azoknak, akik dolgozni akarnak, véli a Kisgazda Polgári Egyesület országos elnöke. Túri Kovács Béla televíziónknak azt nyilatkozta, nagyobb hangsúlyt kellene adni továbbá önkormányzati szervezésű szociális szövetkezeteknek, ahol bárkinek lehetősége lenne megtanulni gazdálkodni. A Kisgazda Polgári Egyesület tagjai közül négyen ülnek a parlamentben, a Fidesz frakcióban. Céljuk, hogy a vidék számára fontos kérdésekben hallassák a hangjukat. Az Egyesület elnöke szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, a jövőben hatékonyabban próbálják érvényesíteni a kisgazdák érdekeit, ha valamivel nem értenek egyet. Én a földtörvényre, amikor elfogadtuk, azt mondtam, hogy lehet, hogy Magyarországon ez érvényesülni fog az Európai Uniós szabályok szerint, bizony ezzel hibák lesznek, vannak hibák. Tehát vannak kérdések, amiben nem tudtunk ugyan igazi eredményt elérni, de aztán a sors igazságot szolgáltatott, de vannak, amiben igen. A földtörvénynek vannak olyan részei, amelyet mi is nagyon jónak tartunk. Helyesnek tartjuk azt, hogy ugye a helyben lakó embereknek vannak bizonyos előnyei, de nem tartjuk helyesnek azt, hogyha 10 millió emberből 9 millió 800 ezeret kizárunk a földvásárlás lehetőségéből. Ma Magyarországon 930 ezer hektár állami földterület van, ebből 660 ezer hektár szántó, a többi rét, erdő és olyan terület, amely nem hasznosítható mezőgazdasági célokra. Túri Kovács Béla elmondása szerint most a szántók jövőjéről folytatnak párbeszédet. Én annak a híve vagyok, és ezt egyértelművé szerettem volna tenni, hogy ennek a területnek minden magyar ember azonos arány szerint a tulajdonosa. Ami most az állam tulajdona, az állam ön, én és mindenki, aki ebben az országban a nemzet tagja és ide tartozik. Ebből meg az következik, és ez is világos, hogy ezt a területet már nem kéne privatizálni. Ezt a területet hasznosítani kell. Részben haszonbérlet útján, részben, amiről nem szóltam a sajtótájékoztatón, most elmondanám, mi úgy gondoljuk, hogy a szociális szövetkezeteknek egy nagyobb súlyt kell adni. Az önkormányzatok kapjanak olyan területeket, ahol azok, akik akarnak a földdel foglalkozni, és megtanulják a földdel valóban, ezt meg kell tanulni. Nem ördöngőség. Mindannyian vagy belenőttünk, vagy megtanultuk. Azoknak legyen erre lehetősége, de ezek a területek ilyen célokat kell szolgáljon, és semmiképpen nem egy nagy birtok kialakulását. A gyűlésen megerősítették továbbá Simon Miklóst a Kisgazda Polgári Egyesület megyei elnöki pozíciójában. A jelenlegi kormány folyamatosan csökkenti mind a felsőoktatásra, mind a közoktatásra szánt pénzösszegeket. Évről évre nehezebb az államilag finanszírozott szakokra bekerülni, és egyre magasabb tandíjat állapítanak meg, hangzott el az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján. Aranyos Gábor, a Societas országos alelnöke, a KSH adataira hivatkozva azt mondta, minél magasabb végzettsége van valakinek, annál nagyobb esélye van a munkaerőpiacon, ezért is fontos a felsőoktatás támogatása. A párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei választmányi elnöke mindehhez hozzátette, ebben a térségben lenne a legnagyobb szükség arra, hogy felsőoktatási képzésen vegyenek részt a diákok, hogy életminőségük a későbbiekben javuljon. Az világosan látszik szintén a statisztikai adatokból, hogy a megye lakossága számára és a megye fiataljai számára talán a nyíregyházi főiskola még elérhető mind a képzésnek a költségét illetően, mind pedig a távolságot illetően, hiszen ennek is anyagi vonzatai vannak. Ugyanakkor, hogyha messzebben lévő, tehát ugye távolabbi felsőoktatási intézményekről van szó, azt már a megye lakosságának egy jelentős része nem tudja kifizetni, éppen ezért is nagyon fontos, hogy a megye felsőoktatási intézményei minél nagyobb támogatást kapjanak.
Csökkenti bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, a 95-ös benziné nem változik. A csökkentéssel a gázolaj literenkénti átlagára 355-356 forintra mérséklődik, a 95-ös benziné 374-375 forint marad. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Az autósoknak érdemes figyelni az árakat, mivel 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Halálos baleset történt Rakamazon. Egy kerékpározó nő eddig tisztázatlan okból akkor borult fel az úttesten, amikor egy traktor elhaladt mellette. Az idős nő az első pótkocsi baloldali kerekének esett, és olyan súlyosan megsérült, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen meghalt. A Nyíregyházi rendőrkapitányság szakértő bevonásával vizsgálja a halálos közlekedési baleset körülményeit. Megrongálták a holokauszt emlékművet Nyíregyháza belvárosában. A károkat valószínűleg kedden kora hajnalban okozták. A rendőrség a helyszínen új lenyomatokat vett, hogy minél hamarabb megtalálják az elkövetőt vagy elkövetőket. A Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnöke Sárosi György televíziónknak azt nyilatkozta, nem az anyagi, inkább az erkölcsi kára jelentős. Itt mi mindenében szoktunk a várossal közösen a nyíregyházi deportálás évfordulójára méltóságteljes megemlékezéseket tartani. Ezért is kicsit rosszul esik ennek a rongálásnak a híre. Eseménye azonban sem eltúlozni, sem elbagatellizálni nem szeretném. Minden ilyen vandalizmus közösségi érdekeket sért, egyéni érdekeket sért, és az egész városét, ez mindannyiunk, ez az emlékmű. Mindazonáltal nem gondolom, hogy ez kifejezetten szélsőjobbos vagy rasszista indítatásból történt. 10 éves jubileumát ünnepli idén a For For Dance táncegyüttes, amely nagyszabású gálára várta a közönséget a szabadtéri színpadon. Az előadásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdték a felkészülést a Marsó-Nyíregyháza kosárlabdázói. A Sitko Ernő által irányított együttes a tervek szerint 10-12 mérkőzést játszik az október elején esedékes bajnoki rajtig. A bosnyák Tarics és a héten szerződtetett amerikai Tét Áru augusztus közepén csatlakozik majd a kerethez. A bújtosi csarnok felújítása miatt a Bemiskola csarnoka lesz a csapat ideiglenes otthona. Japán irányítót igazolt a Nyíregyházi KC. Atsushi Mekaru korábban több hazai élvonalbeli kézilabda csapatban is szerepelt. A legutóbbi szezonban a Balmazújváros színeiben az alapszakasz gól királya lett a 30 éves játékos. A nyíregyháziak szeptember közepén a legnagyobb riválisnak számító Ferencváros ellen kezdik a szezont. Tíz éves jubileumát ünnepli idén a For For Dance táncegyüttes, amely nagyszabású gálára várta a közönséget a szabadtéri színpadon. A csapat megalakulása óta 40 országban lépett fel, és számos díjat nyert a világversenyeken. A gálára sztárvendégeket is hívtak, színpadra lépett a Strokes, MCDC és Kefir is. Bárány Kristóf, Enyedi Péter, Gál Sándor és Illés Dániel. Ők azok, akik For For Dance néven viszik el az újra gondolt magyar néptáncot a világ különböző pontjaira. A fiúk 9 évesen a Nyírség táncegyüttes utánpótlás csoportjában, a Margarétában kezdtek táncolni. A táncosok 2004-ben alakították meg az együttest, amely 2007-ben a Csillag születik címet viselő tehetségkutató műsorban lett országosan ismert. 2009-ben Montrealban a Dance World Cup-on a hivatalos táncvilágkupán 3 kategóriában is nyertek, azóta számtalan díjjal ismerték el a teljesítményüket. Lokálpatrióták bekerültek a megyei értéktárba, és Bencs Kálmán díjat is kaptak. Céljuk, hogy a magyar néptánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék még izgalmasabbá, így egy önálló stílust hozzanak létre. Nagy sikerrel lépnek fel itthon és külföldön egyaránt. A csapatunknak a hitvallásába tartozik, ugye büszkén mondhatjuk, hogy nagyon sok külföldi országban volt már szerencsénk szerepelni, több mint 40 országban képviseltük már Nyíregyházát, Szabolcsat, már Bereg megyét, és ugyanúgy a magyarországi fellépések is nagyon-nagyon fontosak számunkra, ezért kíváncsian várjuk itt a ma estét is, hiszen itthon a leges
képes legjobb fellépni. Az estre olyan sztárvendégeket hívott a Forfordance, akik életükben jelen vannak, többször is álltak már együtt színpadon. Így fellépett a Strokes együttes, MCDC, valamint Kefir is. A négy táncosra most kis pihenő vár, augusztusban itthon turnéznak majd. Szeptembertől újabb utazásra indulnak, először Vietnám, később Finnország és Monaco közönsége tapsolhat a Forfordance-nek. Elkezdték a felkészülést a Marsó Nyíregyháza kosárlabdázói. A Sitko Ernő által irányított együttes a tervek szerint 10-12 mérkőzést játszik az október elején esedékes bajnoki rajtig. A bosnyák Tarics és a héten szerződtetett amerikai Tate Arru augusztus közepén csatlakozik majd a kerethez. A bujtosi csarnok felújítása miatt a Bemiskola csarnoka lesz a csapat ideiglenes otthona. Ahogyan az megszokott, egy rövid megbeszéléssel kezdődött a Marsó Nyíregyháza szezonbeli első edzése. A szakmai stábhoz csatlakozott gombkötő Norbert, akinek elsősorban az egyéni képzés lesz majd a feladata. A légiós szabály változása miatt Bráne Szavics a tavalyi évvel ellentétben külföldi kosarasnak számít, így ő tölti be az egyik légiós helyet. Két, négy év után visszatérő játékos is ott volt az első edzésen, Busz Iván először öltheti majd magára a nyíregyházi felnőtt csapatmezét, Lekli József pedig műtétje után egyelőre könnyített edzéseket végez. Fazekas Csaba a héten kezdődő U16-os Európa-bajnokságon szerepel majd a válogatottban, de rajta kívül is több fiatal készül a felnőtt csapattal. Azt szeretném, hogy egy küzdő, fiatal, harcos és gyorsan kosárlabdázó csapatot lásson a közönségünk, és természetesen olyat, akik nagyon sok mérkőzést tudnak megnyerni. Azért dolgozunk, hogy ez teljesüljön. Szeretném, hogyha olyan csapat alakulna ki, akinek a magját nyíregyházi játékosok alkotják, és ki tudnánk alakítani egy olyan központot, akikre éveken keresztül lehetne építeni a nyíregyházi kosárlabdázást. Csapatkapitány Nagy Krisztián szerint annak ellenére, hogy a következő hetek a kemény munkáról szólnak majd, már valamennyien várták a felkészülés kezdetét. Furcsa módon a pihenést is meg lehet unni, illetve már a hosszú szünetbe, ugye aki szereti a sportot, aznál vágyik a kosárlabdára. Én személy szerint vártam, már örülök, hogy elkezdtük a felkészülést, de szerintem a fiúk is így vannak vele. A bajnokság október elején rajtol majd. A Marsó Nyíregyháza 10-12 felkészülési meccset játszik a nyitányig. Augusztus végén Nagyváradon is Kassán lépnek pályára Szavicsék, szeptemberben pedig már légiósokkal kiegészülve két szlovákiai tornán és az zalaegerszegi Göcsékupán csiszolhatja formáját Sitko Ernő együttese. A bújtosi csarnok felújítása miatt a hazai bajnoki meccseit a Bemiskola csarnokában játsza majd a nyíregyházi gárda. Japán irányítót igazolt a nyíregyházi KC. Atsushi Mekaru korábban több hazai élvonalbeli kézilabda csapatban is szerepelt. A legutóbbi szezonban a Balmazújváros színeiben az alapszakasz gól királya lett a 30 éves játékos. A nyíregyháziak szeptember közepén a legnagyobb riválisnak számító Ferencváros ellen kezdik a szezont. Jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező irányítót igazolt az NB1B keleti csoportjában legutóbb ezüstérmeszerző nyíregyházi KC. A 30 éves japán Atsushi Mekaru korábban megfordult a Kecskemét, a Cegléd, a Gyöngyös és a Balmazújváros csapatánál. A balátlövőként is bevethető kézilabdázó a játék szervezése mellett a góllövésből is kiveszi a részét, amit bizonyít, hogy legutóbb ő volt az NB1-ben az alapszakasz gól királya. Tanulni érkeztem Magyarországra, ezért is szerepeltem több klubban. Nyíregyházán is arra vagyok kíváncsi, mennyivel leszek jobb játékos, miközben szeretném céljai elérésében segíteni a csapatot. A nyíregyháziak szakmai igazgatója szerint az új igazolás mindenképpen erőssége lesz a feljutás megcélzó csapatnak. Üde színfoltja volt a magyar bajnokságnak, és jó magam is annak ellenére, hogy nem NB1-ben játszunk, azért én nyomon követtem az NB1-es bajnokságot. Sőt, a gyerekkori barátom, a Tóth Edmond, aki volt szerencsé együtt kézlabdázni vele Kecskeméten, ő hívta fel a figyelmet rá. Úgyhogy a Mekaru, illetve játszottunk a Balmazújvárosban, hiszen a tavalyi évet Balmazújvárosban töltötte. Akkor már felfigyeltünk az ő játék tudására, játék intelligenciájára, és a nyári átigazolások kapcsán szóba került az, hogy ő esetleg igazolható. Megkerestük a menedzserét, aki egyébként az egyetemen csoporttársam volt, és összejött ez a megállapodás, aminek egyébként nagyon örülünk. Az NKC több felkészülési tornán is pályára lép a szeptember 12-én esedékes bajnoki rajtig, amelyen a legnagyobb riválisnak számító Ferencváros látogat majd Nyíregyházára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Sok család számára anyagilag megterhelő az iskolakezdés, ezért idén számos kedvezményt kaphatnak az iskoláskorú gyermeket nevelő szülők. Ilyen például az iskolakezdési támogatás vagy az ingyenes étkezés. Év elején minden önkormányzat átalakította a szociális ellátó rendszerét, aminek következtében újfajta támogatásokat is igényelhetnek a szülők, erről mindenki saját településén tájékozódhat. Iskolakezdési roham még nincs a tanszerkereskedésekben, de augusztusban már sokan megveszik az iskolai felszereléseket. A termék kínálat széles iskolatáskákból, füzetekből és írószerekből. Az eddigi tapasztalatok szerint a szülők elsősorban nem az olcsót, hanem inkább a jobb minőséget keresik, akik átlagosan pár ezer forinttól akár több tízezer forintig is költenek szeptember előtt. Az állami földterületeket nem privatizálni kell, hanem haszonbérletbe adni azoknak, akik dolgozni akarnak, véli a Kisgazda Polgári Egyesület országos elnöke. Túri Kovács Béla televíziónknak azt nyilatkozta, nagyobb hangsúlyt kellene adni továbbá az önkormányzati szervezésű szociális szövetkezeteknek, ahol bárkinek lehetősége lenne megtanulni gazdálkodni. A Kölcsei Televízió keddi hírműsorát látták. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap füllett, meleg időre számíthatunk, délutáni zivatarokkal. Térségünkbe egyre melegebb, nedves levegő érkezik, így kedvezőek maradnak a feltételek zivatar felhők kialakulásához. Éjjel változóan felhős lesz az ég, záporeső, zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar valószínű, de a változó irányú szél helyenként megélénkül, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtöktől kezdődően csapadékmentes időnk lesz, országos kánikula, nem egy helyen forróság várható, 35 fok feletti délutáni hőmérséklettel. Éjszaka is meleg lesz, így felfrissülésre akkor sem számíthatunk. A jövő héten is folytatódik a kánikula, de akkor néhol már záporok, zivatarok enyhítik az igen meleg időt.